Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk sportszelekció műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Lengyel győzelemmel zárult a kerékpáros ifjúsági világkupa sorozat magyarországi versenye. Négy amerikai légiós már megérkezett a kék cápákhoz, a jövő héten edzőmeccset játszik a csapat. Elutazott Peruba a junior úszóvilágbajnokságra Nyíregyházi Barna Bianca. A számára nem túl jó sikerült EB után már a bajnoki szezonra készült Hölgyes Dorottya. Már hangolnak a szeptemberben kezdődő bajnoki meccsekre az Akvese vízilabdázói. A lengyel Hubert Bidrowski győzelmével zárult a kerékpáros ifjúsági világkupa sorozat magyarországi versenye. A mezőny három nap alatt 233 kilométert kerekezett Szabolcs-Szatmár-Vereg megyében. Az első nap ugye az egyenkénti, az gyakorlatilag az előző két évet másoltuk le, az hibátlan volt. A Nyíregyháza-Ibrány szakasz, ami a tegnapi volt, ott az egy relatíve ismerős pályán volt, ott a körözés az csinált egy kis forgalmat, úgymond az idegrendszerbe, de simán lement. Amit terveztem, a mai nappal több munka volt, mint a tegnapival és a tegnapi előttivel összesen. A mai napnak a vége egy kicsit hektikus volt, ugye a lengyel srác ugye egyedül elszökött, közel két perccel hazaért, és így nagyon nagy szakadások képződtek a mezőnybe. És így ugye a kör hosszának az adottsága miatt így egy kis munkát okozott a bíróknak. A közönség csak a versenyzőket látja, de hát emögött, a verseny mögött rengeteg szervező munka áll, étkezés, logisztika, szállás, utaztatás, pályabiztosítás, ezek is rendben voltak? Közel 600 ember, aki dolgozik azon, hogy ez a verseny összeálljon. Kisebb precedens dolgok mindig adódnak, de ugye az ember attól fejlődik, hogyha ezeket a feladatokat megugorja, és úgy ugorja meg, hogy ez a néző számára láthatatlan marad. Szerintem ezt meg tudtuk ugrani. Tavaly azt mondtad, hogy egy nagyon pici szusszanás, és elkezditek szervezni a következő évi, azaz az idei versenyt, így van ez most is. Már elkezdtük a 2023-ast, gyakorlatilag az útvonal kijelölése, az alaptervezet már megvan. A pontosítások azok még hátra vannak, de a bejegyzése az jövő évi versenynaptárban már megtörtént. 20 másodperc múlva Takács Valent Márk a válogatott mezében nekivág a 3800 méternek. Három nap alatt a nyíregyházi időfutamot leszámítva is tekertetek, mint egy 230 kilométert kánikulában. Összességében milyen volt ez a három nap? Nagyon nehéz volt mindenképp, szerintem az egész csapatunknak és minden csapatnak. Nagyon meleg volt, ez nagyon nehezítette a versenyünket, de összességében egy nagyon jó színvonalú rendezvényen vettünk részt. Milyen céllal, milyen taktikával vágtatok neki a két hosszú távnak? A kiemelt emberünk Tóth Márkó volt, ő a legjobb sprinter jelenleg a csapatunkban, őt próbáltunk megsegíteni, és igazából ez sikerült eddig. A mai nap a szökés miatt nekem sikerült. Kívülről nézzük ezt a versenyt, olyan, mint bármelyik nagy többnapos kerékpárversenynek egy-egy szakasza, a távhosszát leszámítva, belülről milyen? Annyit tudok mondani róla, hogy nagyon nehéz, nagyon bonyolult, nagyon figyelni kell minden egyes percbe, mert bukások is voltak, szóval igen, a fő dolog az, hogy nehéz. Most a magyar válogatott felsője van rajtad, klubszinten hol versenyzel és milyen eredményeket értél el a közelmúltban? A Kyuk-Csömör színeibe versenyzek alapból, mountain bike-ozni is mountain bike-oztam, jelenleg az országútra fókuszálok. Én voltam az évben a cyclocross magyar bajnok, a hegyi bajnok, és igazából reméljük még sok bajnoki trikóm és sok jó eredményem lesz. Megszokhatunk már, hogy a magyar sportban nagyon sok rekordot tartunk számon, és talán az is rekord lehet, hogy ez az ifjúsági világkupa kerékpáros verseny csak egyedül Magyarországon volt, mind a háromszor az elmúlt évben. Igen, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy ezáltal a Nemzetközi Kerékpáros Sport Szövetség is örömmel adja nekünk ezt a rendezési jogot, hiszen a legnehezebb helyzetben is ott állt Magyarország, ott állt Nyíregyháza, és ugye itt Ibrány és Vásáros Namény is szervezők, de természetesen egész megyének óriási dolog egy nemzetközi sporteseményt megrendezni, hiszen a turizmus érték egyre nagyobb, és ugye az ide látogató
családok ténylegesen egy sportprogramba is be tudnak kapcsolódni, és a világ egyik legnépszerűbb sportága a kerékpáros sport, és ezért is nagyon fontos, hogy az amatőröknek is a példaképeket idehozzuk, a fiataloknak pedig biztosítsunk nagyon-nagyon jó körülményeket és edzés, illetve verseny lehetőségeket. Ebben az évben ugye Budapesten rajtolt a Giro, óriási közönség sikert aratva. A Tour de France idén Dániából rajtott, van-e olyan kormányzati szándék esetleg, hogy a Tour de France is valamikor Magyarországon rajtoljon? Igen, már a szakemberek tárgyalnak ez irányában, hogy innen is indulhasson a Tour de France. Ugye a legnagyobb kerékpáros sporteseményekről beszélünk, óriási média érdeklődéssel, és ezért is nagyon fontos, hogy a turizmus, a sportturizmus is bekapcsolódhatott egész Magyarországon, és nekünk az, hogy ugye a Tour de Hongrie-ba is bekapcsolódott Nyíregyháza, és most junior világkupa sorozatban is részesei lehetünk, immár harmadik esztendeje, ez óriási eredmény, és nagyon szeretnénk a jövőben is rendezni nemzetközi sporteseményeket, ezáltal ugye segítve a sportolókat, a szakembereket, és a sportszeret közönséget. Harmadik alkalommal rendezek Nyíregyháza központtal junior kerékpáros világkupa futamot. Lehet azt mondani, hogy ez már egy sikertörténet? Ez önmagában egy nagy eredmény, és a Nemzetközi Szövetségnél komoly elismerést váltott ki, hogy a Covid alatt, tavaly előtt egyedül nálunk volt futam. Sehol mindenütt lefújták. Mi elvállaltuk is, és sikeres is volt. Az elmúlt évben már 3 helyen, és hát ez volt az egyik, ami nagyon pozitív volt Nyíregyháza mellett. Másrészt a szervezés, a körülmények, a város, a kijelölt útvonalak, mind Vásárosnaményig, mind Ibrány irányában. Ez nagyon-nagyon megtetszett, és hát nagyon örülök, mert az is szempont volt, én azt gondolom, hogy egy olyan városban jöttek, ahol nem profi, de amatőr kerékpározás az nagyon elterjedt, köszönhetően annak, hogy most már 80 kilométeres kerékpárút hálózattal rendelkezünk. Gyakorlatilag minden jelentős útvonal mentén ki lehet jutni a városból kerékpáron, és be lehet jutni, vannak esetleg egyéb fejlesztési tervek? Igen, most összeállítottunk az elmúlt év végén egy olyan programot, hogyan lehetne ezt tovább fokozni, és hát itt már az agglomerációval való kapcsolódási pontok jelentek meg, mind Mária, Nagykálló, Mária Pós, Nyírbátor irányában, mind az, hogy a napkortól elkezdett és ott megállt kerékpárutat összekapcsolni Orossal, tehát a nyíregyházi hálózattal, de Nagycserkész irányában is a Bokortanyákat bekapcsolni, az ipari park, az egy külön munkába járás miatt, illetve van egy olyan elképzelésünk, hogy a Kemecsei úttól egy olyan kört kiépíteni, ami ott a rakamazi körforgalomhoz ér, Szabolcsi-Földvárat is bekapcsolja, és ott ugye több-több települést, ami egy igazán nagy kör lenne, az már jóval 100 kilométer fölött. De hát ez attól is függ, hogy milyen pályázati lehetőségeink lesznek, de az elképzelésünk az megvan, hogyan lehetne ezt még tovább fejleszteni. Négy amerikai légiós már megérkezett a kék cápákhoz, és szinte már a teljes kerettel együtt dolgozhat Pető Ákos vezetőedző. A csapat a jövő héten már felkészülési meccset játszik az Iglóval. Már 5-ben is el tudunk kezdeni gyakorolni, sőt, el is kell kezdenünk gyakorolni, hiszen közelednek a felkészülési meccsek és közvetik a bajnokság. Örülök, hogy itt vannak, jó állapotban érkeztek, annyi, hogy még kicsikét az átállással küzdenek, tehát nem minden edzést tudunk olyan minőséggel megcsinálni, mint szeretném, de fokozatosan fejlődünk ebben. Minden bizonnyal jó feltérképeztétek a játékosokat, de a személyes találkozás mégis más. Egy picit igaz, ilyenkor az elején még csak az első benyomások vannak meg arról, hogy emberileg milyenek az első benyomások. Az első benyomások jók, de nyilván, ahogy mondtad, lakva ismerszik meg az ember, tehát majd később meglátjuk, de az biztató, hogy mindenkiről az első benyomás azért pozitív volt. A magyar játékosokkal már egy ideje dolgozol, ők milyen állapotba kezdenek kerülni? Abszolút, abszolút jók, jól terhelhetőek. Azt mondom, hogy kiváló és jó állapotban vannak. Cél az, hogy még azért tudjuk őket fejleszteni a rajtig, illetve egy-két embernek, speciális valakinek kicsikét még izomtömegbe fejlődnie kellene, valakinek egy kicsikét az állóképesség, de úgy gondolom, hogy tényleg nagyon jó állapotban vannak.
Azt tudjuk, hogy szeptember második hetében lesz a Sitkujerni emléktorna, előtte pályára lépe már a csapat. Így van, jövő héten az Iglóval fogunk játszani egy oda-visszavágós edzőmeccset. Szerdán fogunk menni Iglóra, és szombaton fogjuk fogadni a szlovák csapatot, még zárt a puk mögött. Az első edzőmeccs mindig egy picit úrás a sötétbe. Milyen teljesítményt vársz ezeken a meccseken a játékosoktól? Igazából a cél az lenne, hogy senkit se játszassunk túl, illetve mindenki kapjon bizonyos játékpercet, és amit addig taktikába végig tudunk venni, azt hogy tudjuk majd megvalósítani. Igazából ez a kettő cél lesz még az első két edzőmeccsen. Már nem ez az első szezonod Európában, Finnország és Anglia után mi volt vonzó Magyarország, illetve a Nyíregyháza megkeresésében? Ez egy nagyon nagy előrelépés nekem, hogy ezekből a ligákból el tudtam igazolni egy erősebb ligában Magyarországra. Nagyon tetszett az ajánlat, amit felvázolt elém az ügyvezető, illetve a csapat. És amint megérkeztem, láttam azt az atmoszférát, amiről beszéltek, nagyon profi körülmények között dolgozhatok. Egyből megtaláltam az összhangot minden játékos társammal, illetve az edzőstábból, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. Mi az erősséged, milyen játékra, látványra számíthatnak tőled a szurkolók? Sokoldalú játékos vagyok, alapvetően szeretek dobni, és ezt jó százalékkal tettem az előző időszakban, de több olyan dolog, több olyan szegmensbe is tud használni az edző, mint például a vérekezés, vagy a kommunikáció, ami szerintem az erősségem, úgyhogy látványos játékra számíthatnak tőlem a nézők, és próbálom sokoldalon segíteni a csapatot. Elutazott Perúba Barna Bianca, a nyíregyházi úszónő az 50, a 100 méteres mellúszásban és a 400-as vegyes váltóban áll majd rajtkőre Limában. A junior VB volt a cél, ez egyértelmű. Amikor az IFEB-n az ezüstérmet megszerezte a váltó, akkor egyértelművé vált, hogy az 1-6 helyezés került az IFEB VB csapatába. Hát igen, ez augusztus 20-áig tartottak az edzések, ugye a 20-án volt az utazás a csapatnak, 19 fő versenyzővel és 8 kísérővel utazott a csapat. Én azt mondom, hogy nagyon jó felkészülés után vagyunk, bár már ugye az ifjúsági bajnokság után, az ifjúsági EB után harmadszor is megpróbálunk csúcsformába lendülni. Én nem tartom kizártnak, hogy jó időket fog tudni úszni Bianca. Egyéni számokat 50-et 100 métert vállaltunk, illetve a 400-as vegyes váltót, ami érves lett az EB-n. Sajnos a 400-as váltó ütött a 200 mellett, úgyhogy azt fel kellett áldoznunk. Ez a sokadik felkészülés már ebben az évben, a sokadik verseny, fiatal versenyzőről van szó. Mire kell ilyenkor figyelni, miben fárad el jobban, fizikálisan vagy fejben? Én azt mondom, nála nagyon kell a fejbe és a mentális dolgokra figyelni. Ő fizikálisan addig tolja, míg teljesen le nem fárad az utolsó izomsejtje, nem pusztul szegénykének. Utána regenerálódik, és másnap már újra jelentkezik munkára, viszont fejben nagyon sok mindent kell nála rendben tartani. Ez úgy gondolom, hogy rendben volt, és most is úgy van. Ugye augusztus 20-án kiutaztak, és egy 10 nap akklimatizálódós edzőtábor vár rájuk, 7 óra időeltolódás van, tehát kell is. Egy másik szállodában, másik uszodában készülnek. Most ilyen félig nyitott medence van kint, és 21-22 fokok, tehát nincs nagyon meleg Perúban, viszont a versenyre átköltöznek másik szállodába, és jövő hét 2-től indul az a program. Az IFEB-n bebizonyosodott, hogy nem árt, ha ott vagy mellette, most nem tarthattál a csapattal, de azért a technika már lehetővé teszi a rendszeres kapcsolattartást. Fogtok-e beszélgetni? Hogyne, minden nap váltunk üzeneteket, beszélünk, hát főleg az internet segítségével. Elég húzós a telefondi, tehát azt próbáljuk mellőzni, de az internet ebben nekünk segít. Minden edzésre indulás, edzésre érkezés, hogy volt, mint volt, mindenről tudok. Illetve nagyon jó kollégák vannak, akik segítenek nekünk, akikkel egy teamben vannak és egy felkészülést úsznak. Én úgy gondolom, hogy nincs baj. Én nagyon bízom benne, hogy az étkezéssel és az egyéb dolgokkal, ugye itt egy dél-amerikai országról van szó, bármi történhet, de felkészült csapattal vannak kint. Eddig minden rendben van, bízom benne, a jövő héti versenyre csúcsformá lesz. Az európai ifi mezőnyt ismeritek, itt viszont már belépnek az amerikaiak, ausztrálok, kínaiak. Be lehet előni egyáltalán, hogy szerepelt ez a csapat, és hogy szerepelhet Bianca? Nagyon jó, hogy mondod. Tegnaptól elérhető a FINA oldalán a nevezettek névsora, tehát adott versenyszámban látjuk, hogy kik neveztek. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy az amerikaiak és az ausztrálok távol maradtak.
Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a konfederációs játékokra készülnek inkább, vagy valami nagyobb versenyük van, ami nekik nagyobb jelentőséggel bír. Viszont itt vannak a törökök, itt vannak az olaszok, akiket láttunk, és az egyik legjobb csapatukkal érkeztek. Velük az EB-n is ugye elég jót meccseztünk. Én azt mondom, hogy akár egyéniben, akár váltóban Bianca akár döntőt is tud úszni, és ott bármi lehetséges. Ha visszaérkezik, hazaérkezik, akkor számára vége ennek az évnek. Nem vége, de a felkészülés után kap egy jó 3. vagy 4. hét szünetet is megreckírozunk. Ugye szeptember 6-án érkezik vissza, én azt mondtam neki, hogy a szeptember hónapot megkapja pihenőbe természetesen, de utána tetszik, nem tetszik, november 16-19-én magyar rövidpályás bajnokságon felnőtt bajnokság, ahhoz pedig egy 6 hét felkészülés legalább kell, úgyhogy októberben el kell kezdenünk újra dolgozni. A számára nem túl jól sikerült ifjúsági Európa-bajnokság után már a bajnoki szezonra készült Hölgyes Dorottya, a nyírváltói asztali teniszező az Eszoligában a Kecskemétet erősíti majd. Én úgy érzem, hogy azért sikerülhetett volna jobban is, de nem feltétlen úgy álltam hozzá, hogy én mindenáron meg akarom nyerni, mert tudtam, hogy milyen felkészültségi állapotba mentem oda. Azt nem mondanám 100%-osnak, maga ugye az előtte való egy évem is nem volt annyira hú de jó, de utána ugye az EB felkészülés is nem volt annyira a megszokotthoz képest erős, így aztán igazából tényleg semmilyen nagy elvárásokkal nem álltunk neki, csak tényleg, hogy hát ha tudunk esetleg jól szerepelni. Nyilván ez nem úgy sikerült, ahogy terveztük volna, de reméljük jövőre sikerül javítani ezen. Egy gyengébb szereplésnek is lehetnek tanulsági, számodra mi volt az? Számomra ugye a legnagyobb tanulság tényleg az volt, hogy milyen teher alatt játszani, ezt úgy megtanultam, hogy esetleg kizárni, vagy hogy tudom kezelni az ilyen nyomásokat. Kisebb-nagyobb sikerrel sikerült néha, de azért nem szívesen játszik így az ember, mert alapból ugye a sérülés miatt is egy teher volt rajtam, maga ugye az egész hangulat most nem úgy sikerült, ahogy eddig általában szokott tenni, így egy ilyen EB hangulat, szóval azért most ez nehéz volt minden szempontból. 18 éves vagy, rengeteg lehetőséged lesz még javítani, válogatott tornák lesznek össze, nem tudom, tudsz-e programot. Európa-bajnokság jövőre, picit nézzünk a klub szezon elé, Extraligában hol fogsz játszani ősztől? Most ugyanúgy maradtam Kecskeméten, még egy évre leszerződtem, és hát igazából kölcsönöttek ugye Sanyibáig, de én nagyon jól érzem amúgy ott magam. Aztán reméljük megint sikerül Final Four-ba jutni, ott esetleg még hát, ha egy döntőt összetudnánk hozni, az hatalmas bravúr lenne, de a harmadik helyet ugyanúgy meg tudnánk szerezni, mert az hatalmas siker. Esetleg a nyírbátori MB2-es férfi csapatban azzal hozzá néhány alkalommal? Benne van igazából, hogy fogok MB2-t játszani, de természetesen ez függ attól, hogy mennyi időm lesz. Ugye nekem most az érettségre is nagyon kell koncentrálni, szóval azért nehéz lesz összeegyeztetni, de nyilván, hogyha lesz idő és itthon lesz meccsünk, akkor besegítek nekik. Nagyon fontos az egészségi állapotod. A múlté MR-a sérülés, vagy pedig még mindig valamivel küzdeni kell? Mostanában én úgy érzem, hogy azért sokat javult. Nyilván egy teniszkönyök nem múlik el egy hamar, de hát már igazából kezdem úgy megszokni. Ha fáj, ha nem játszok, aztán majd valahogy alakul. Már a bajnoki szezonra készülnek az Akvese vízilabdázói. Az egyesület nyáron több tábort is tartott a lendőpólósok számára. 5 hetet sikerült összehoznunk, úgy szerveztük az Akvese színein belül. Nagyon, nagyon jó létszáma, 100 fölötti létszáma voltunk, minden héten úgy dolgoztunk, és a hozadékát kérdeztet, hát nagyon reméljük, hogy nagyon hasznos volt ez az 5 hét, meg nagyon sok kicsi gyerek jött a táborunkba. Ők még nem kezdték most el az edzéseket, mert szeptemberben fog majd beindulni az oktatás része és az előkészítő csoportoknak a munkája, de nagyon sok gyereket várunk a nyári tábornak a hatására, úgymond. Most milyen edzői stábban vágtatok neki a felkészülésnek, mennyien vagytok, és neked milyen korosztályok jutottak? Augusztus 8-án az összes korosztályunk elkezdte a munkát. A változás történt egy kicsit az edzői stábban. Egy új kollega érkezett hozzánk, Éder Zsolt személyében. Ő régebben Miskolcon dolgozott, és Debrecenből jött most át. Nagyon tapasztalt kollega, nagyon nagy szakmai tudással. Úgy gondolom, hogy hasznára fog válni a csapatunknak. Ő megkapta a legkisebb korosztályt, a bébit és a gyerek 4-es korcsoportot.
Hatvani Péter kollégám fogja vinni az országos csapatokat, a gyermek, a serlő és a ifi csapatunkat. Én a gyerek 3-as, gyerek 2-es csapattal fogok foglalkozni, és a lányokkal. Mindenki indulni fog az országos csapataink, ugye az országos bajnokságban valószínű, hogy az A2-be fognak ugyanúgy indulni, és a többiek pedig az Észak-Keleti Ligába, illetve a lányok a THG-be, tehát a tehetséggondozó bajnokságba fognak indulni, plusz vannak olyan játékosaink, akik most Egerbe is igazoltak, illetve kettős játékengedéllyel fognak játszani majd az országos lánybajnokságban, gyermekkorosztályban. A te gyerekeid hány évesek, és ebben a korban mi a legfontosabb feladat a vízilabda képzést illetően? Én a 2010-es korosztályjal foglalkozom, lányoknál és fiúknál is. Hát ez szerintem az egyik legfontosabb lépcsőfok, tehát itt ugye már a nagykapu, nagylabda, bejönnek a rendes szabályok, és ugye a bébi korosztályból azért sokkal könnyebb volt a játék, ott a játék szeretete. Itt most már azért edzeni kell, úgyhogy bele is kezdtünk a munkába. Augusztus 8-án a többi csapathoz képest egész későn kezdtük el, mondhatni a felkészülést, de most azért tehát a uszoda, a feltételek adottak, nagyon jó körülmények között tudunk edzeni. Az első hét az egy ilyen ráhangolódás volt, de most már a második héten vagyunk, itt reggel este tartunk edzéseket szárazföldivel kiegészítve. Én azt mondom, hogy a 2010-es korosztály az, ahol eldől az. Tehát ilyen 11-12 éves gyerekek, hogy most tényleg itt ebbe a vízilabdában lesz keresni valója annak a gyermeknek, vagy lehet, hogy megmarad egy ilyen kis szabadidős sportolónak. Az edzőknél mindig felvetődik a kérdés, hogy az eredményesség, hogy a képzés a lényegesen vannak sportágok, ahol nem számolják a gólokat, de a játékosok, a szülők mindenképp számon tartják. Magyarul van egy nyomás az edzőn. Van, bizony, persze. A legkisebb korosztályoknál a lényeg az, hogy játszanak. Minél több játék lehetőséget juttassanak a gyerekek, és erre törekedünk is mindig. Természetesen akik nálunk edzenek, és most gondolok itt a magasabb korosztályokra is, mindenkinek meg fogjuk találni a játék lehetőséget. Tehát azok, akik az országos bajnoki csapatban nem férnek be, ők az Észak-Keleti Ligában, vagy az Észak-Keleti Bajnokságban el fognak indulni, és tudnak játszani. Tehát játék lehetőséghez jutnak. És ez nagyon fontos, mert iszonyatosan tudnak fejlődni a gyerekek egy év alatt is akár, és ha bennük van a szorgalom, és hát azért több minden kell még hozzá, de fel tudnak zárkózni azokhoz a gyerekekhez, akik hasonló korosztályban vannak, de magasabb szinten játszanak. Az idei szezontól te viszed az országos bajnokságban induló csapatokat, a gyermek, a serdülő és az ifjúsági együttest. Mikor kezdtétek a munkát, milyen létszámmal? Múlt héten kezdtük az alapozási időszakot, ahol meglepett a gyerek létszám, hiszen nagy létszámmal voltunk, 22 gyerek már megjelent az első edzésen, és még nem láttam őket ilyen elszántnak és elhivatottnak az idei szezonra való felkészüléshez. Az elmúlt évben volt olyan korosztály, amely picit létszámhiányos volt, most neki tudtak úgy szaladni a szezonnak, hogy minden korosztályban meg lesz a megfelelő létszám? Az ifi csapat a 2004-ben született korosztályú játékosok, ott ugyanúgy megvan a létszámhiány is, itt viszont már a 2005-ösök ugye ifi korosztályba léptek, így fel tudjuk tölteni a csapatot 2005-ös játékosokkal, valamint a 2006-osok tavaly már végig játszottak egy szezont úgy, hogy az ifi csapatban is medencébe ugrottak, így remélem, hogy szebb eredményt tudunk elérni, mint a tavalyi szezonban. Utánpótlás csapatokról van szó, van-e konkrét célkütűzés helyezéseket illetően, vagy pedig majd menet közben az ellenfelek ismeretében, hiszen itt évről évre változhatnak az erőviszonyok, határozzátok meg a konkrét célt. A gyerekcsapatnak most, aki 2008-asok, nekik a tisztes helytállás lesz majd az idei évre a cél. A 2007-es korosztály volt tavaly a legjobb csapatunk, ők most korosztályt ugrottak és serdülőbe játszanak majd. Ott viszont a dobogó a fő célunk, az ifi csapatnak pedig a középmezőn célozzuk meg idén. Mikor kezdődnek a bajnokságok és mi addig a program? A bajnokság a szeptember végén fog kezdődni nagy valószínűséggel. Jelen pillanatban az alapozási időszak van, ahol úszunk, tehát nem ez a legizgalmasabb időszak egy vízilabda játékos számára, és majd a szeptember közepei időszakban egyre több labdás gyakorlatok fognak előtérbe kerülni, és majd készülünk szépen az első mérkőzésünkre. A sorsolásunk pedig majd szeptember 10-én fog megtörténni. Ennyi fért a mai sportszelekben. Köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.